Robbantás hatásbemutatót rendezett a Honvéd tűzszerész és hadihajós ezred Újdörögdön. A szakemberek arra keresték a választ, hogy a II. Világháború óta eltelt több mint 70 év elmúltával mire képesek a földből előkerülő fel nem robbant robbanótestek. Nos, egészen pontosan erre. Noha a lakosság alapvetően megértő a tűzszerészek munkájával kapcsolatban, még mindig előfordulnak olyan esetek, amikor valaki nem megfelelő körültekintéssel áll hozzá egy gyanúsnak látszó tárgyhoz. Felmerülhet jogosan az a kérdés, hogy azok az eszközök, amik a II. Világháború során hátramaradtak Magyarországon, képesek-e még egyáltalán felrobbanni, még mindig olyan állapotban vannak-e, amelyek veszélyt jelenthetnek a polgári lakosságra. Azt hiszem a mai napon sikerült azt demonstrálnunk itt a Bakony Harcki Képző Központ Újdörögdi gyakorlóterén, egy városi környezetet berendezve, hogy mi történik abban az esetben, hogyha egy 82 mm-es aknavető gránát, ami nem több mint 3,5 kg, és kevesebb, mint 40 dekagramnyi robban anyag található benne, felrobban, milyen sérüléseket, milyen hatásai vannak, és mennyire veszélyes még gyakorlatilag 70 évvel a II. Világháború után is. A 82 mm-es repesz aknavető gránát kis túlzással napi szinten kerül elő a földből. Belsejében mindössze 400 g robbanóanyag található, a hatása mégis pusztító. Ez nagy részben az akár több száz méteres körben szétszóródó repeszeknek köszönhető. Elsősorban ennek az aknavető gránátnak a típusából kiindulva repesz hatás a jelentősebb, illetve van egy romboló hatás, ami pedig a légnyomás következtében okoz pusztítást. Az ölőhatára legalább egy 50 méter, illetve a repeszek ettől több száz méterre is elrepülhetnek, illetve okozhatnak személyi, illetve anyagi sérüléseket. Döbbenetes tény, de igaz. Évente több mint 2500 bejelentés érkezik a tűzszerész ügyeletre.
Ráadásul hiába telnek el évek, évtizedek, a felderített, előkerült robbanótestek mennyisége és összsúlya egyáltalán nem csökken. Nem árt még egyszer megismételni, aki bárhol robbanótestnek látszó tárgyra bukkan, semmiképp se nyúljon hozzá, hanem hívja fel a rendőrséget a 107-es vagy a 112-es segélyhívószámokon. Vigyázz! Robbantás!